Vezetője Szabó József, segítői Ormos Barnabás és ifjú Esnagy Zsolt. Hajrá, harcag, jó szótonás kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a Karcok Televízió nézőit, Halmai Márton vagyok, innen a Ligetúti Sportelep széléről, és az elkövetkező időben a megyei labdarúgó bajnokság 21. körének legnagyobb rangadóját láthatjuk majd itt Karcagon, hiszen a listavezető Szajoli együttes lesz a mai délutánon a KSE ellenfele. A mieink a negyedik helyen tanyáznak a tabellán, és nagyon elérhető közelségbe került a dobogó a múlt héten, hiszen csapatunk 1-0-ás hátrányból fordítva 3-1-re győzött Újszászon úgy, hogy a 49. percben Balogh Csabát kiállították 1-1-es állásnál. Ennek ellenére Bukowski és Erde is betaláltak még a folytatásban, így elhoztuk a 3 pontot Újszászról. Ez pedig azt jelenti, hogy pont egyenlőséggel és rosszabb gólkülönbségünkkel csúcunk le jelenleg a dobogóról, a harmadik Törökszent Miklóssal. Ugyanannyi egységet gyűjtöttünk, és 6 ponttal vagyunk lemaradva a másodiktól, illetve az elsőtől. Attól a két csapattól, amelyik egyelőre úgy néz ki, hogy uralja a megyei első osztályú bajnokságot, és attól a két csapattól, amelyikkel a 21. és a 22. fordulóban is itt a Ligetúton mérkőzik meg a karcagi együttes. Elsőként rögtön a listavezető érkezett hozzánk, Kun Mihály együttese, a Szajol, amely a múlt héten 3-0-ra verte meg, és 3-0-val küldte haza Tiszafüredet a Szajoli pályáról, arról a pályáról, amelyik idén abszolút bevehetetlen. A Szajol hazai környezetben az összes tétmérkőzését megnyerte a bajnokságban, otthon még 100%-os a Szajoli gárda. Idegenben viszont a csúcsrangadókon nem mindig jön úgy az eredmény, hogy azt elvárnák. Ennek ellenére úgy néz ki, hogy ezek a botlások beleférnek, egyelőre mind az 5 vereség, amit idegenben gyűjtöttek, belefér. Nagy kérdés, hogy Kun Mihály együttese hogyan bírja majd a hajtást. Először itt Karcagon, a forduló rangadóján, egy olyan pályán, ahol pedig még a hazai csapat az egyetlen, amelyik nem kapott ki szintúgy. Úgyhogy lássuk a meccset. A Szajoliak kezdték meg a találkozót csak a rendkedvért, ők játszanak fehérmezben, a karcagiak pedig teljes kék összeállításban, ahogy azt már a legtöbb hazai összecsapáson megszokhattuk. Önbizalom hiány tehát nem lehetnek a Szajoliak, de Karcagon sincs probléma, 2016-ban még nem kapott ki együttesünk, 3 győzelem és 2 döntetlen a palettán. A Szajoliak már egyet begyűjtöttek, mármint vereséget. Ők éppen Újszászon kaptak ki, mégpedig 1-0-ra. Kocsis készülik a bedobáshoz. Bukowski elől azonban sikerül elfejelni a labdát. Szőke! Bezzeg! Egyből föl. Ez Németh Misié kell, hogy legyen. Szajoli oldalon Bogdán a legeredményesebb játékos, ő azonban csak a kispadon játszik, és bizonyítja, hogy nélküle is megvannak. Tiszafüred ellen sem lépett pályára, úgyhogy nagyon oda kell rájuk figyelni. Erdei teker, és a becsúszó láb mellett a kapu fölé teker a mérkőzés második percében Gerhardt készülődhet a találkozó első kirúgásához.
játékvezetői hármasról még nem esett szó. A találkozót Szabó József vezeti, a két segítője pedig Kormos Barnabás, illetve ifja Besnagy Zsolt. Mind a három sportással találkozott már mind a két csapat a bajnokságban. Szabó József háromszor vezetett már Szajol meccset, és három alkalommal működött közre a karcagi találkozókon, és egyszer azonban csak partjelzőként. Balog! Kovács Csaba próbálja kiszorítani a szajoli támadót, sikerül azonban a labdaváltás. Egy partobás lesz majd Szabóék jutalma. Nagyon együtt van a Szajol a tavalyi negyedik hely után. Idén úgy néz ki, hogy jóval vérmesebb álmokat dédelgetnek. Pedig azért tegyük hozzá, hogy ez nem volt megszokott az elmúlt években Szajolban. Általában mindig a kiesés ellen harcolt és küzdött Kun Mihály csapata. Aztán tavaly jött egy negyedik hely, ami az elmúlt 10 év legeredményesebb szezonját tudta maga mögött. És hát talán csak ők gondolták, hogy ezt is fölül lehet múlni. Úgy néz ki, hogy bőven. Annyi már bizonyos, hogy a bajnokság végéig harcban lesz a Szajol a bajnoki címért és az aranyéremért. Német pillantra úgy tűnt, hogy elszórja. Szívós, nem sikerül megmenteni, aztán oda kap a bokájához. Szabó József pedig most sípol. Kétlem, hogy szabadrugás, sokkal inkább a pályán ülő Szívós Gergő miatt állította meg a játékot. És valóban játékvezetői labdával folytatódhat majd a meccs. Ez a harmadik karcag meccs az évben a hazai pályán. Mind a két alkalommal győztünk. Fegyverneket 3-0-val, János Hidat pedig 4-2-vel tudtuk le. Pedig úgy, hogy a Hida 2-0-ra is vezetett. Donkó. Pálinkás labdájából jel bele Erdei. Ő hazai közönség előtt idén most először játszik. Egyszer eltiltás, egyszer pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem állt oroszmester rendelkezésére. Kocsis szépen megelőzi Vadas Gergőt, aki aztán rátartott, Balog azonban megy, és mehet tovább a játékbe. Szépen keresztez, és bedobást a tisztáz. 5. percben járunk, 0-0 az állás. Ezt fontos kihangsúlyozni 2016-ban a karcag mérkőzéseken, hiszen az előző két körben is az 5. percben hátrányba került a csapat. János Hida és Újszász is ebben a minutumban talált be, és szerezte meg a vezetőgólt karcag ellen. Lelki erőnket mutatja, hogy mind a két találkozót sikerült megfordítani. Most kibírtuk. És úgy néz ki, hogy egy igen kemény, nagy taktikai harc van kilátásban. Dalmadi teszi át a másik belső védőnek, Bezzeg. Jó a labdakezelés Szabótól. Nem sikerül azonban az oldalpassz. Agócs. Fölpörgeti, rosszul pattog. Furcsa megmozdulások, sikerül azonban nagy nehezen kihozni a kapu közvetlen előteréből a labdát. Kocsis. Vadas kicsit eltolta magától Kocsist, aki nem is nagyon akarta megverni ellenfelét. Szajoli dobás. Szabó. Szabó most passzol, és a lövés nem sül el jól. Erdei pedig megpróbálhat vele kiforogni. Nem kezd megilletődve a vendégegyüttes. Erre az indításra azonban nagyon kell startolni. Bukovszki nem tudja elkaszálni a labdát, viszont kioszt a játékvezető egy lapot. Dalmadi kapja, orosz óriási indítása után Bukovszki volt az, aki elhúzott.
és hatalmas hátrányból verte meg a védelmet. Nem állította ki a játékvezető Dalmadit, de egy sárgalapos figyelmeztetés, és egy igencsak potenciális gólszerzési lehetőség karcagi szabadrugás formájában. Gerhát állítgatja a sorfalat. Innen távolról nem tűnik egy magas kapusnak. Ennek ellenére Assza jól kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban. Úgyhogy csak jól végzi a dolgát. Most is például egy hatalmasat repül Szívós Gergő kísérlete után. Remek bravúr, úgy látszik, hogy hiába alacsony, nagyon jó rugókkal van megáldva Gerhát Dávid. Azért erre oda kellett érni. Igaz, nem ő az egyetlen, aki véd, mármint a Szajoli csapatban. Ez a hatodik alkalom, amikor ő kezd a vonal előtt, és ezek az alkalmak főleg tavasszal fordulnak elő, mindössze a nyitófordulóban, Kunszentmártonon nem ő állt a kapuban. A másik portású Csúri Bence, de mind a két kapus olyan, hogy a mezőnyben is megállják a helyüket. Csúri például ma is ott csücsül a kispadon. És a messzám alapján nem kapusposztra készül beállni. Kemény fejpárbaj. Bedobás lesz belőle. Hamar, nagyon nyűzi és nyúzza Szabót. Nincs még kint a labda. Most már igen. Szajoli dobás. Oda kell figyelni nagyon Szabóra és Dobosra. Mondtam, hogy a házi góllövő lista jellovasa Bogdán csak kispados. A maga 12-jével. De hát Dobos meg Szabó együtt 17-et gurítottak. 9-8-as megoszlásban Szabó javára. Úgyhogy ők sem életbiztosítás a karcagi védelem számára. Pedzeg kivágja a mezőnybe. Mukovszki azonban megkaparintja. Úgy látszik, hogy Szőke az elmúlt meccsekhez eltérően, amiket itt Karcagon játszottunk, sokkal hátrébb játszik. Erdei most lő és beveri! A 10. percben vezet a karcagi csapat Erdei Tibi góljával. Donkó és Bezzeg nagyon reklamálnak. Ők Erdeinél kezezést láttak. Kummiá is azt mutatja Kormos Barnabásnak, hogy bizony előtte Erdei kezére pattant a labda. Szabó azonban hajthatatlan Erdei 20 méteres bombájával 1-0-ra vezet a Karcag. Erdei, és ki más, mint Erdei Tibi lőtte volna a gólt. Az igazi karcag specialista a csapatban, ez már a 8. gólja pályafutása alatt, amit a Szajoli kapuba rugott. Igaz, az elmúlt 3 meccsen egyszer sem volt eredményes, úgy tűnt, hogy talán megcsömörlik a Szajol ellen. Hát most ezzel a lökettel jelezte, hogy nem áll le Szabó, ő is kap egy sárgát. Hát játékvezetői szempontból könnyen lehet, hogy egy igen nehéz meccsre van kilátás. 11 perc alatt 2 sárga. És ha hozzáveszik, hogy egyébként ősszel is volt a párharcban 6 darab, akkor lehet, hogy még közel sincs itt a vége. Ha már szóba kerül az őszi meccs, ott 1-0-ra kikaptunk. 70. percben Dobos góljával. Hozzá kell azért tegyük, hogy Agócsnak büntetőt is kellett védenie bő 1 óra játék után a meccsen. Akkor nem jött össze a pont. Ma szeretnénk revansot venni. Gerhát! Beszitált előtte a labda. Nem ment annyira sarokra. Nem volt azonban esélye a gólnál. Donkó! Szabó,
Bukovszky lök. Szajoli szabadrugás. Az egyébként az első perctől látszott, hogy a szajoliak igen lelkesen és mindenre elszántan vetik bele magukat a mérkőzésbe. És nem akarok nagy párhuzamat vonni, de mint talán az angol bajnokság éllovasa a Leicester City. Hogy hétről hétre talán mindenki abba bizott, hogy előbb-utóbb majd kipukkan a szajol. És aztán ahogy telnek a fordulók, ahogy múlnak a hetek, hónapok, ők nem képesek botlani, és egy idő után bizony már ők is elhiszik, hogy akár megnyerhetik a bajnokságot. És ez azért lelkesedésben, önbizalomban és a csapatmorál szintjén nagyon sokat tud dobni, a szív viszi őket előre, hétről hétre. De hát az is vele jár, hogy mindenki őket akarja megverni. Donkó jól teker! Agócs paskolja ki, és a gólvonalról Németh Misi. Meleg pillanat. Nem ment ki a labda a szabadrugás után. Most azonban már kint van Szabó. Nem tudja befogni a száját. Most ifja Besnai Zsoltnál reklamál. Azért egy sárga lappal a birtokában. Igen merész. De hát ő tudja. Követelt egyébként vezéráldozatot a vendégeknél is. A múlt heti győzelem. Nem sérülés. Ők is kiállítás sorsára jutottak. Benedek az, aki nincs ma itt. Nálunk ugye, ahogy már említettem, Balogh Csaba tölti eltiltását. Gyorsan elvégzik a szajoliak és elszórakozzák a szabadrugást, pedig ebből akár ívelni is lehetett volna. Így viszont indulhat a karcag. Erdei. Úgy néz ki, jó formában van Erdei. Múlt héten is betalált, és ma is megvan a gól. Jó labda, Szőke lemarad. Érkezik azonban Kocsis, egymásra várnak. Nem értették most meg egymást. Nagyon hiányzott már egyébként egy jó Erdei Tibi a csapatból, hosszú ideig kereste önmagát. És azért fiatalként, amikor berobbant, akkor igen sokat vállalt. Aztán ahogy elmúlt az iskola, is jött a munka, úgy egy picit az ő teljesítménye is haloványabb lett. Az elmúlt időszakban azonban szépen termeli a gólokat. 3 gólos a bajnokságban, ez most már 4. És hát akkor a 4-ből 3-at az elmúlt 3 fordulóban szerzett. Agócstól kérnek labdát. Lecsekkolja előtte, hogy elég keménye. Megfelelő lesz. Jön Kocsis, és ahogy jött, úgy rúgta vissza a mezőnybe. Ezeket a kipattanókat nem mi szoktuk begyűjteni. Nagyon be van tömörülve a csapat a kapu elé, és egy-egy ilyen beívelést 5-6-an is várunk a 16-oson belül, így fordulhat elő, hogy kifejelt, kirugott labdák viszont fehérmezesekhez kerülnek. Agócs készül a legnagyobb kapus rutin feladathoz. Szőke tovább fejeli, Balogh pedig megy, Bezzeg megelőzi. Vadas. Erdei szépen kerüli meg, jó a csel, és aztán kiengedi. Karcagi dobás. Erdei nagyot kap a bokájára. Pálinkás volt, szabálytalan. Nincs harag. Erdei már a kapu előterébe orientálódik. Várjál, várjál, várjál.
És úgy néz ki, hogy hamar Jani végzi majd a szabadrúgást. Les. Hamart nem zavart, hogy nagyon közel áll hozzá Vadas Gergő. Viszont nem jól helyezkedtünk középen. Donku. Dalmadi. Bezzeg. És most kerül vissza Donkóhoz. Ő már 13 éve itt focizik. A legrégebbi bútor darab a csapatban. Bezzeg! Jó játék, Vadas átkeveredik most a másik oldalra, és a beadás, ez nagyon mély. Agó csak kirúgással. Három kapusa is van a csapatnak. Ma Belényes ül a kispadon. Múlt héten egyébként Kőrösit és Belényesit is beneveztük a cserék közé. Egyikőjük sem lépett azonban pályára. Szabó. A rossz emberére talál. Szabó azonban nagyon elszánt, nem lehet tőle elvenni a labdát. Most kapja Dobos, és a beadás, a Gócs kiperdül, másodjára megvan. Már orosz. Szívós, neki figyelni kell, négy sárgája van. Ha véletlen ma kapna egyet, ki kell hagyja. A Tiszafüred elleni meccset, Dalmadi volt túlzottan kemény. Karszagi szabadrugás lesz. A másik veszélyeztetettünk Németh Misi. Őneki is négy lapja van. A többiek nincsenek veszélyzónában. Pláne Kocsis, aki sárga lapok miatt már letöltötte eltiltását egyszer. Hamar! Akkor ez így sarokrugás. Bizony, hiába igyekezett Albert Dávid kicsikarni a játékvezetőknél egy kirúgást, nem járt sikerrel. Ismét hamar, sikerül kifejelni. Vadas azonban nem tud felszabadítani, Kocsi is. Nem volt rossz elképzelés. Bedobással jöhetünk. Ötször kapott ki Szajola bajnokságban. Ahogy mondottam, mindannyiszor idegenben. Kovszki közben kapu mellé fejel. Azért ez veszélyesebbnek nézett ki elsőre. Szóval öt vereség a Szajol neve mellett. János Hidán, Tiszafüreden, Törökszent Miklóson, Fegyverneken és Újszászon kaptak ki, Csépán pedig x-eltek. Van mellette négy győzelmünk is. Egy rangadót nyertek vendégként Turkevin. De előnyükre legyen mondva, hogy a rangadókon kívül viszont a kötelezőket otthontól távol is beszokták gyűjteni. És összességében véve kiegyenlített teljesítményt nyújtanak.
25 méter a táv. Dobos a labda mögött. Vadas is ott van, ő is méregeti. Mind a 21 meccsen kezdett Vadas idén, egyetlen gólját múlt héten lőtte, most csak lekészít. Bele a kirobbanó falba. Dobos aztán, elsodorják mellőle a labdát, és indulat egy karcagi kontra, Balog nagyon gyors. És Baba gyorsabb, mint Vadas, aki aztán meghúzza. Mert azonban tovább a játék, Erdei saját magát szökteti. Sikerül azonban keresztezni, picit hosszú lett. Pálinkás meg a bal hátvédből jobb hátvéd posztján szerel. Hamar. Az előbb ezen az oldalon pontrugásokból adott be, most bedobásból. Szőke futtából, Gerhát véd. Nem volt rossz lövés. Igen, messzire volt a kaputól. Azért vetődnie kellett a kapusnak. Orosz. Bukovszki már indul. Orosz észre is veszi. Dalmadi agyon szaporázza. Bukovszki pedig úgy tűnt, hogy bent tartja. Kirúgás lesz a vége. 24. perc, Erdei góljával 1-0-ra vezet a Karcag a megyei bajnokság fordulóján, 21. fordulójának rangadóján. Hát ha ezzel a góllal 1-0-ra győznénk, akkor alig ha nem szóvá tennék a játékvezető ténykedését a vendégek, akik a gól előtt Erdeinél kezeszést reklamáltak. Ezt is gyorsan elvégzik. Jön is a beadás, és Orosz a saját kapujába bombáz. Bődületes öngól, Tokodit megszégyenítő mozdulat. 1-1. Hát, nem tudom, mi volt az elképzelés. Ez biztosan nem. 5 méterről védhetetlenül kilőtte Orosz István a kapu bal oldalát. 1-1 az állás. Aj, de kár érte. Irányított a Karcag, igyekeztünk, próbálkoztunk, jobbak voltunk. És egy gyorsan elvégzett szabadrugás után egy nagy egyéni hiba. 1-1, minden kezdődik előről, egy szűk 65 perces mérkőzés lesz. Szívós. Na most nem szabad összezuhanni, Orosz Istvánt ismerve pedig minden meg fog tenni annak érdekében, hogy javítsa hibáját. És akár nem lennénk meglepve akkor sem, ha a végén ő lőné a győztes gól. De ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre úgy néz ki, megfogta Oroszt az öngól. Nem volt sikeres az előbbi megmozdulása. Hamar el kell felejteni ezt. Gerhát. Donkó elpasszolja, Balog, ő meg szépen leforog. Még mindig Balog. Középen többen is kérnék, sikerül azonban odalépni. Karcagi dobás. Német, sikerül még elpöckölni, hamar, jó a beadás, elszámolja magát Kocsis egy picit,
szívós, lepattan dobosról. Ő pedig már egyből Szabónak dobja a labdát. Szépen bújik ki Orosz és Kovács közül. Még mindig Szabó, most a passz Vadasnak. Lekészíti, és 2-1-re vezet Szajol. Nagyon gyors fordítás, egy mintaszerű akció végén. Györfi Patrik a gólszerző. Hát valahogy így kell végigvinni egy támadást. Gerrát is a csapattárs akkor örül a karcagi térfélen. Hideg zuhany. Orosz pedig rúgja a kezdőkörbe. A szajoli szurkolók, akik egy maroknyian érkeztek oda a dombra, mint egy 15-20-an. Örömittasan buzdítják kedvenceiket. 2-1. Nagyon megfogott minket az öngól. Ez azonban nem veszi el az érdemet attól, amilyen támadást végigvitt a szajoli együttes. Hamar! Hosszan veszi át. Megyei szinten ritkán látni ilyen szépen felépített akciót. A labda kihozataltól kezdve így kellene megrajzolni a mágnes táblán is. Pálinkás. Dalmadi. Nagyon nagy kulcsa lehet az a találkozónak, hogy 1-0 után a felpaprikázott szajoli játékosok, akik rövid időn belül két sárgalapot is begyűjtöttek, és úgy tűnt, hogy bizony erdei gólja nem a legjobban sülhet el az ő szempontjukból, nagyon hamar lenyugodtak, és elkezdték a saját játékukat játszani. Balog megszorongatta Bezzeget, minden rutinjára szükség volt a 27 éves játékosnak. Hát bőven van neki rutinja, 4 NB2-es meccs is van a háta mögött. Hiába van itt 2014 óta. Kivívta a csapatkapitányi karszalagot. Erdei jó a csel pálinkás mellett. És az emelés szöglet lesz. Bukovszki nagyon akkurátusan készülődik. A rövidre Donkó fejeli el. Hamar! Erdei megkaparintjuk a labdát. Kocsis meg talán kapura. Könnyed zsákmány Gerhátnak. Kirúgás már nem sikerül annyira fiatal kapusnak, ebben a hónapban lesz 22 éves. Szolnokon kezdett foszizni, de megfordult Felcsúton és Fehérváron is. Megfelelő helyeken gyűjtötte be az alapokat, és most Szajolón kamatoztatja. Nem kell megijedni, ha véletlen a szünetben átrányba lennénk. 2-1 volt János Hidának is 2 héttel ezelőtt. Aztán jött a második félidei henger. Erővel jól kell bírja a karcagi csapat, azzal nem lehet gond, és sok mérkőzés dőlhet el ezen a második félidőben a mi javunkra. Kérdés, hogy egy ilyen masszív és roppant kevés gólt kapó csapat ellen mire megyünk. Balog, ő például megcsinál egy jó cselt Bezzeggel szemben,
ez nem lesz lap, neki pedig nincs. Jött az ívelés. Szabó József egyébként vezetett már Karcag-Szajol összecsapást játékvezetői pályafutása alatt. 2013-ban, amikor 6-0-ra győztünk. Szintén itt a Liget úton. Szívós és Bukovszki. Dani lő, kapufa, és elmegy keresztbe. Pedig a kapufa belső tövét találja el. Óriási lövés, az érről azonban kifelé pattan. Remek kísérlet. Kimarad azonban, és szerencsénk sincs. Nem befelé pattant. Nem sok hiányzott. Szőke, ej! Ez veszélytelen. Mármint a kapura, a madarakra talán nem. Szerencsére nem repültek itt. 34. perc, 2-1-re vezet a Szajol Karcag ellen. És fontos megjegyezni, fordítottak a vendégek. Kocsis lök egy picit. Dobos mondjuk hagyta is magát. És még mindig Dobos. Most a lövés. A Gócsvéd. Saját nevelés Dobos. Mindössze 21 esztendős, de megfordult már a szolnoki mában is, úgy tért vissza. Balog meg picit rátart Dalmadira. Szajoli szabadrugás lesz. Nagy zsugás Dalmadi. Volt olyan szezon, hogy 9 sárga lappal zárt egy szezont. Amit a mai meccsen kapott, az a bajnokságban már a 8. volt neki. Lassan úgy is kezdődhetne majd a meccs előtt. A jegyzőkönyv beírás, hogy Dalmadi sárga. Ennek ellenére egyébként kiállítani csak egyszer állították még ki. Hamar! Nem sokáig volt nálunk. Albert már Vadashoz, ő pedig Szabót választaná. Orosz csap le az üres labdára. Pálinkál szépen elkotorja a Bukovszki elől, aki aztán megkergeti és igyekszik őt szerelni. Bezár elé, letopogja. Pálinkás meg megforgatja. Még mindig ő. Hamar. Ezt Balog nem érheti el. Dalmadi Doboshoz teszi. Pálinkás. Karcagi bedobás. Donkul lök. Szabad rugás. Kellett a szabálytalanság, hiszen Pálinkás még most fog visszaérni a saját helyére. Kocsis elnézést kért tőle, akkor csak volt ott egy kis kontakt. Hamar eltekeri inkább. Egyelőre nem annyira ülnek ezek a hamar pontrugások. Kocsis mellett esik össze Szabó. Ez is szabad rugás lesz. Meglepően hosszú a karcagi kispad, amennyibe cserélnünk kéne. Kupai, Kátót, Majlát, Varga, valamint Rózsa is ott vannak.
A kapuscsere Belényesin kívül. Lehet szükség lesz rájuk. Szabó elhúzza Agócs mellett, de beleakad Agócsba. És nem csak Szabó, hanem a labda is. Így pedig nagy védés. Hát azért időnként rezeg a léc. És lehet, hogy közelebb van a harmadikhoz a Szajol, mint a Karcag a másodikhoz. Vadas beadás. Orosz combbal most. Balog. Mehet tovább a játék, nincs síp. Vadas pedig megcsinál egy hát lövőcselt. Nem akartam azt használni, hogy beadáscselt. Akadozik a játékunk. Erdei. Pedig azért látszik, hogy mi is nagyon meg akarjuk verni a listavezetőt. Bukovszki. Most lehet esély. Gerhát azonban szépen él együtt a játékkal. Könnyen lehet egyébként Karcag is a mérleg nyelve. Az aranyért folyó küzdelemben itt, hogy gyorsan találkozik mind a két együttessel. De tegyük hozzá, hogy a sorsolás furcsa fintora, hogy itt az élboly. Hat forduló alatt szinte lemecseli egymással az összes találkozót, és utána jönnek a papíron gyengébb csapatok. Nagyon sok minden eldőlhet itt a 20-24. Forduló között. Kovács. Hamar. Pontatlan labda. Szőke. Kocsis is nagyon üres. Mutatta magát, meg is kapta. Aztán elmegy, nem esik el, és a beadás sikerül kifejelni. Vadas. Szabó. Most egy picit nyomakarcag, igen, hosszú időnek kell eltelni, még fölzárkóznak a szajoliak a támadáshoz. Német dobhat. És hát mindössze három szajoli a karcagi térfélen. Ők szeretnék ezt a félidőt most már előnnyel a birtokukban kihúzni. Balog. Bukovszki. Orosz. Most Kocsis. Elcsúszik a talp alatt, és nem megy ki a labda. Csak most karcagi bedobás. Bukovszki, Erdei, egyelőre mint hiába, az a bomba gól. Bukovszki megcsinálna a cselt, Donkó azonban sziklaszilárdan eléjel, és nem engedi el Bukovszki Danit. Miért is tenni? Szeretnének gólt kapni. Vadas. Szabó. Most a beadás Szabó fejjel, Agócs véd. Pont a kapus kezébe bólint. Nagyon üresen hagytuk. Középpen a közepén tűnünk egy kicsit gyengének. Ezeknél a támadásoknál könnyedén átmegy rajtunk a Szajol. Nem tudatos ez a terület átadás. Donkó. Bezzeg. Vadas. Szabót faltoljuk, és egy újabb gyorsan elvégzett szabadrugás, Vadas, Agócs véd. Ott van még a kipattanó. Abban a hullámban azonban senki nem érkezik. Ezekre nem figyelünk, nem először. És most a lövés megint Agócs véd, Vadas azonban már lesen. Hát remekül véd Agócs, nem tehetett a gólokról,
De föl kellene ébredjünk. Egy ilyen gyors szabadrugás variáció után már kaptunk gólt. És nagyon lóg a levegőben a második. Remek mérkőzés. Sok eseménnyel. Karcagi szempontból üröm abban az örömben, hogy jó a meccs, hogy mi egyelőre egyel kevesebb gólt lőttünk. Ezt is kifejeli Donkó. Megkerüli Kocsist Györfi, a második gólszerző. A vendégek rukhatnak. Kovács labdája hosszú, bezzeg. Két-kettes. Nyűzi egymást. Bedobás. Mindjárt vége a fél időnek. Már a 44. perc végén járunk. 2-1-re vezet a Szajhol, de bőven lehetne ez a meccs, akár 4-2 oda. Sok a helyzet, sok a kimaradt helyzet. Bukowski lövésénél sajnos a kapufa hárított. Nálunk pedig a Gócs parádézik. Pálinkás. Dalmadi. Szépen belehátrált, neki készült. És Donkónál marad a labda. Nagyon sokat melózik a középpályán Donkó, és mindenhol ott van. Remekül játszik ő is. Bezzeg! Dalmadi ebben a fél időben nagyon úgy érzem mást már. Nem szeretne asszajolni, mi pedig nem támadunk le. Hátul ellabdázgatnak. Eddig a sípszóig, amely véget vet az első játékrésznek. Karcag Szajol a 21. forduló rangadóján 1-2. 10. percben pedig Hertei góljával a karcagi együttes szerzett vezetést. Távolról, 20-ról védhetetlenül lőtte ki a fölsőt. Aztán próbálkoztunk, igyekeztünk, nyomtunk, a szajoliak is megnyugodtak. És a 25. percben Orosz István öngólja, amely védhetetlenül vágódott a kapu bal oldalába. Abszolút visszahozta a meccsbe a Szajolt, és ezután el is hitték azt, hogy nyerhetnek. Mi pedig egy picit összezuhantunk, 2 percre rájött a hideg zuhany, és egy mintaszerű kontratámadás végén Györfi Patrik belőtte a másodikat. Így 2-1, Agócs parádé, Bukowski kapufa, bőven lesz mit nézni a félidőben is. Azért szuszanjunk is egyet, hogy aztán folytassuk a második 45 perccel, tartsanak velünk!